Na, itt mindenkinek. Most akkor a Huawei MediaPad M3-nak a témáit nézzük meg. Pontosabban, hogy milyen hozzáférési mód van ezekhez. Az alkalmazásnak hozzá kell férni az internethez, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához. Jó, ez megvan. A szolgáltatás minőségének biztosításához javasolt, hogy Wi-Fi hálózaton használjanak. Hát az is megvan. Mobil adatkapcsolat esetén adatforgalmi díj léphet fel. Az alkalmazásnak szüksége van az e-mail elérésére a készülék azonosításához és online témák biztosításához. Használati statisztikai adatokat fogunk gyűjteni a termékeink és szolgáltatásaink javításához. Az adatai továbbküldésre kerülhetnek a régióján vagy országán kívülre. Az európai felhasználók adatait az Európai Unió országaiban található szervereken tároljuk. A Huawei aktív lépéseket a személyes adatai védelmének érdekében a hatályos törvényeknek megfelelően és biztosítja, hogy az adatok továbbítása törvényes módon történik, kikapcsolhatja a fenti adatgyűjtést, a felhasználó élmény javítása projekt elhagyásával, rendszerbeállítások alatt. Az alkalmazás használatával tudomásul veszi, hogy elolvas és elfogadja a Huawei adatvédelmi irányelvek automatikusan. Az igazi vét volt kijelent. Mindjárt nézzük. Nincsenek témák. Hát ezek milyen lenne ez? Ez a Huawei Mate szériánál már láttam ezt a kávé színűt. De nem is kért semmilyen adatot. Még egyszer. Kösz, király. Hát ez most nem teljesen az, amire gondoltam. Jó, nézzük, hogy mik vannak még. Érdekes a tehát az indítónak az ikonok, illetve az elrendezés, mert nem ABC sorrendben van. Hát itt ugye a felé fog kias, vagy kiszedtem már pár dolgot mappába. Na, nézzünk egy Antutut, mert ezt még úgy sem futtattam. Igen. Engedélyek. Akkor engedélyezzük meg, hogy hozzáférjen az Antutu ezekhez a dolgokhoz. Igen, ezt le kell tölteni. Ami egyébként gyorsan meg fog történni, mert hát durván 101 néhány megabit per szekundummal tölti a Wi-Fi-n keresztül az adatokat. És
Tehát már egyből meg is lehetne nyitni. Most bezárunk mindent. És akkor nézzük a tesztet. Ez azért is érdekes, mert én ezt a tesztet lefuttattam Nexus 7 2012-ben, meg Nexus 7 2013-on, és sőt, hogyha minden igaz, akkor én úgy emlékszem, hogy LG Leon készüléken is, tehát azok is össze lehet vetni. Persze hát az előző, az első kettő az táblagép volt, a többi pedig, és a harmadik pedig telefon. Egyébként én úgy sem fogok játszani, nem szokásom táblagépen játszani. Majd leszedek azért egy vagy két játékot, amit megvettem Google Play-en. Csupán azért, hogyha véletlenül valahogy mondjuk olyan helyen vagyok, ahol se internet, semmi, akkor nem unjam el magamat, de hát az ők a eset, de ugye a 64 GB-os telhely plusz a 8 GB-os microSD kártyával való kibővítés lehetővé teszi, hogy ezt megcsináljam. Ahogy mondani szokták, nem kér az enni. Látom, vannak olyan tesztek is, amik nem futottak le a Nexusokon. Egyébként BTVDL 09 hivatalosan a típus száma. Igen, csak mennyi lesz a pontszám, egyébként mindjárt meg is nézem, hogy cikkben mennyit írtak. Elméletileg 93.790 pontnak kell lennie. De most meglátjuk. Remélem meg lesz. És az M2-nél ott nem volt.
lefuttatva ez a teszt. A Mobile Arena-t nézem egyébként. Samsung Galaxy Tab-nél. Az S2 9.7-nél. Nincs az ott a Asus Zenpad 3.8.0-as napdragon 650.619-et ér. Lassan mindjárt kiderül, hogy mennyi a pontszám. Hát mondjuk futottak más dolgok is mellette, tehát egyébként nem rossz. 1200 pont, nem tudom, szóval csak itt van részletesen. Tehát akkor ez annyi lett volna. Mindjárt megnézem, hogy csak a kíváncsiságból. Már nem feltétlenül lehet ezt összehasonlítani a Nexusnak a sajátjával, mert hát jó, most nem keresem elő, mert sok idő lenne. De majd megnézem, mennyit ér el egy Nexus 7. Lefeljebb azt tudom most értelem megnézni, hogy mennyi volt akkor, amikor letesztelték a Mobile Arenán. De hát ugye az még Antutu, mit tudom én, hanyas verzió, az a 6X, az ott eltelt 4 év, tehát nem releváns ilyen szempontból. Antutu 3 volt, és 18.380 pontot ért el. Na jó, szóval ez akkor tényleg ennyi lett volna. Mindenkinek minden jót, sziasztok!